Folytatódnak a sördoktor adások. Nyilván itt volt egy hosszabb kihagyás, viszont nem ez az első adásom a sörfőzdéket bemutató videók közül, úgyhogy az előző adással érezhettétek azt, hogy volt egy kis kihagyás. Ez több okból is így alakult, részben egészségügyi okokból, részben munkaokokból. Most lett úgy szabad időm, hogy tudjak újra alkotni, illetve nem tudom, mennyire érzékeltétek, de az a megtiszteltetés ért, hogy az egyik hazai sajtóorgánum, a Magyar Nemzet fölkért arra, hogy a sörös dolgokról írjak az online felületükre egyelőre cikkeket, így a Magyar Nemzet repet a rovatban, most már az én cikkeim is néha-néha előkerülnek. A jelen videó az egy sörfőzdének lesz a bemutatása, méghozzá egy nem is olyan régen alakult sörfőzdéjé, egészen konkrétan a Nyéki sörfőzdéjé. Nem ez a sörfőzde hivatalos neve, de azt hiszem, hogy Nyéki sörfőzdeként fog bekerülni a köztudatba, hogyha még esetleg nem került be. A cég név egyébként valami olyasmi, hogy Belatini sörfőzdő, szeszipari, valami ilyesmi Kft. Várjatok, a cégnév egyébként az, hogy Belatini sörmanufaktúra, pezsgőkészítő és szeszipari korlátolt felelősségű társaság. Értelemszerűen Nyéki sörfőzde az valamivel jobb márkanév. Bár itt az is bejön a képbe, hogy ugye nyék, én a saját észak-magyarországi asszociációimmal egyből Nyékládházára gondoltam, és utána kiderült, hogy ez valójában kápolnás nyék, ami valahol, ha jól tudom, akkor a Velencei tó környékén van. Alapvetően a Nyéki sörfőzdének, ahogy így utána néztem, két lezárt üzleti éve van. 2018 környékén kezdték felépíteni a főzdét, ami a fényképek tanúsága szerint nagyon-nagyon modern, és technológiailag nagyon korszerű. Ez feltételezni azt, hogy valószínűleg nagyon jó söröket főznek ott, de ennyire ne szaladjunk előre. Ugyanis a két lezárt üzleti év mindkettő mínuszban van. Az első, tehát a 2020-as év az mínusz 23 millióban, a második év az mínusz 87 millióban, ami azért koronavírus ide-oda, a kezdővállalkozás ide-oda, azért két év alatt összeszedni mínusz 100 millió forintot, amikor a mérlegfőszegük, azt most nem is néztem meg, hogy mekkora, azért mínusz 100 millió forint profitot ledolgozni, az nem lesz kis teljesítmény. Mindezt úgy érték el, hogy anyagi jellegű ráfordítás az eredmény kimutatásban csak a 21-es évben 61 millió forint volt, tehát ha leegyszerűsítjük, akkor azt mondhatjuk, hogy malátára, komlóra, stb., 61 millió forintot költöttek el, emellett kifizettek szűken 22 millió forint bérköltséget, és ezzel szemben az értékesítés nettó árbevétele az 23 millió forint volt. Tehát a bevétel az a béreket éppen hogy fedezte, az alapanyagköltségeket már egyáltalán nem. Ez megnyitja azt a kérdést, hogy miért ilyen alacsony egy kezdő sörfőzdének az értékesítési árbevétele. Egyrésztről ugye még nincsenek piacon annyira mélyen beágyazódva, hogy sokan keressék a termékeiket, emiatt nem tudnak nagy forgalmat elérni. Másik oldalról viszont azért a piaci beágyazottságot nagyon-nagyon jól lehet már a mai világban szerintem végigvinni. Egyrésztről nagyon jónak kell lenni az árazásnak, nagyon jónak kell lenni a terméknek, és olyan helyeken kell a terméket értékesíteni, ahol a fogyasztók vannak. A hazai kisüzemi sörpiacot én alapvetően három kategóriába osztom. Nem is a kisüzemi sörpiacot, egyáltalán a sörpiacot a fogyasztók szempontjából. Az első kategória az azokat takarja, akik a nagyüzemi söröket fogyasztják. Ők mit szeretnének? Megbízható állandó minőséget, olcsó árakat, és azt, hogy jóformán bárhol beszerezhessék a söröket. Tehát Lidliben, Aldiban, Spárban, Tesco-ban, Metróban, akárhol, kisebb boltokban, stb. És alapvetően itt is keresik ezeket a termékeket. Tehát az én hipotézisem az, hogy azok, akik Lidliben, Aldiban vásárolnak például, ahol egyébként több kisüzemi főzde, kezdő kisüzemi főzde is szeret értékesíteni, ott szerintem a fogyasztók az olcsóságot keresik, és az állandó minőséget. Ezzel szemben áll egy másik kategória, a markánsan kisüzemi sörfogyasztók kategóriája,
itt azok vannak, akik hajlandóak drágábban is megvenni a sört, tehát egy 03-as, 044-es dobozt, akár 1000-2000 forintos fogyasztói áron is, gondolhatunk itt ugye itt fehér nyúlsörökre, Rekettye, Mad Scientist, Szent András, Monyó, stb. És a kettő között van egy nagyon bizonytalan piac. Azoké, akik vagy éppen áttérnek nagyüzemi sörfogyasztóból a kisüzemi sörfogyasztásba, és már kísérleteznek a drágább tételekkel, vagy éppen nem engedhetik meg maguknak adott alkalomattán a kisüzemi tételeket, ezért visszafelé süllyed a fogyasztásuk a nagyüzemi irányba. Ez a köztes halmaz egy rendkívül bizonytalan piac. Azért is, mert akik alulról jönnek, most bocsánat, hogy alulról fölülről jövök, ár szempontjából nézem, akik olcsó sörökhöz vannak szokva, azoknak a középmezőnyben mondjuk egy 600 forintos sör, és a Nyéki Sörfőzde a honlapja szerint minden sörét 600 forintért adja, ami felrobbantja az agyamat, annyira hülyeség szerintem. Egy olyan embernek, aki fél literjét 200 forintért veszi, neki a 600 forint túl drága. Annak a kisüzemi fogyasztónak, aki 3 deciét veszi 1000-1500 forintért, annak a 600 forintos fogyasztójár azt mondja, hogy ez nagyon rossz minőségű, különben miért adnák ilyen olcsón? És nem a Nyékit akarom ekézni az árazás kapcsán, nagyon-nagyon sok kisüzemi sörfőz, de ugyanebben a köztes mezőnyben próbál érvényesülni, és ez egésznek szerintem az oka egy átgondolatlanság. Nem látják a sörfőzdék nagyon sokszor azt a piacot, amin versenyeznek. És ez engem közgazdászként, sörfőzőként rendkívül bosszant. Hiszen nem kell nagy piackutatást végezni, el kell menni a kisüzemi kocsmákba, sörszaküzletekbe, Tesco-ba, Metro-ba, meg kell nézni, hogy hol milyen sör mennyiért van, és melyiket mennyiért viszik az emberek. Meg kell kérdezni az embereket. Ismerni kell a fogyasztókat. A középmezőnyre lő a Nyéki sörfőzde, 600 forinton ad egy 0,3-as üveg vagy doboz sört, minden sört. Az egyszerű lágerük 600 forint, az Imperial Stoutjuk 600 forint. Azért azt egy házi sörfőző és egy kisüzemi sörszakértő, vagy hát egy sörfogyasztó is valószínűleg tisztában van vele, hogy egy Imperial Stout előállításához jóval több alapanyag és energia szükséges, mint egy sima egyszerű láger előállításához. Tehát az árazásban ennek a differenciának valamilyen szinten meg kéne jelennie. Persze, ha kiszámoljuk azt, hogy decinként mennyibe kerül mondjuk egy deci lager előállítása, meg egy deci Imperial Stout előállítása, és ezt fogyasztói áron hogy lehet értékesíteni úgy, hogy árrésünk legyen, és ha ezt a kettőt kiátlagoljuk, nagyjából kijön ez a 600 forint. Viszont ez azt jelenteni, hogy ha én, mint Nyéki sörfőzde, 600 forintért adom minden termékemet, akkor a lágerem fölül van árazva, az Imperial Stoutom alul van árazva, nyilván a láger jobban fog fogyni, feltételezem, tehát amit a lágerem megkeresek plusz árrést, azt fogom elbukni akkor, ha mondjuk az Imperial Stout csak kevéssé fogy. És azért 10%-os sör nem fog sohasem úgy fogyni, mint a 4,5%-os egyszerű könnyed ivósör. Lehet az is, hogy a szezonalitást próbálták így kiszűrni, hiszen télen jobban megy az Imperial Stout, elvileg, nyáron pedig elvileg jobban mennek a könnyű ivósörök, és az szinten tartott árazás lehet, hogy ezt a szezonalitást próbálja kiszűrni. Nyilván közgazdaságilag akkor lenne megtérülő egy azon áron adni az összes terméket, ha menüben árulnák a termékeket, ami azt jelenti, hogy össze van csomagolva mondjuk ragasztó szalaggal egy üveg láger, egy üveg Imperial Stout, és csak egyben veheted meg, és ebben az esetben tök mindegy, hogy melyik van fülülárazva, alulárazva, mert mind a kettőt kénytelen vagy egyszerre megvenni. Úgyhogy árazás szempontjából nem értem a Nyéki sörfőzdét. Még ha átlagáron ad minden sört, akkor is az ár az egyszerű fogyasztóknak túl drága, a kisüzemi sörfogyasztóknak, akikre igazából lőni kellene, nekik pedig rossz minőséget sugall az ennyire alacsony ár. Lépjünk át egy másik kérdésre, ez pedig az, hogy mennyire van a sörök beltartalma összhangban az adott sörtípussal, amiben bekategorizálják. Ma 6 féle sört fogunk itt kóstolni, van köztük például egy
Rózsa Sándorral díszített fesztiválsör. Abba ne is menjünk bele egyébként, hogy mennyire szép dolog egy olyan történelmi alakokat alkalmazni sörös címkéken, Rózsa Sándor, Ferenc József, amiket egy másik kisüzemi sörfőzde is már alkalmaz. A Szent András monarchista, illetve Betyár király ugyanőket teszi címkére, és nem nagyon tudok olyan más főzdéről, aki ennyire beleállna egy versenytársába. Még akkor sem, hogyha Ferenc József esete érthető a sörfőzde története kapcsán, hiszen a nyéki sörfőzde saját magát Belatini Braun József egykori pezsgőgyárosról nevezte el, aki pont Ferenc Józseftől kapott 1896-ban nemességet Belatini előnévvel, amelyet aztán a királyi könyvek tanúsága szerint a Braun elhagyásával Belatinira is változtattak. Tehát a címkék kapcsán egy ilyen diszonancia van bennem, ami sokkal erősebb a sörök beltartalma kapcsán. Ugyanis, ha már fesztiválsör, nem tudom mennyire olvasható a kamerába itt lent, nagyon kis betűvel, hogy fesztiválsör, ha nem, akkor nézzétek meg a honlapjukon, vagy higgyétek el nekem. Ugye a fesztiválsör egy létező BJCP kategória. Azokat a söröket szokás fesztiválsörnek nevezni, amit nem szabad helyi határok áthágása miatt Oktoberfest sörnek nevezni. Viszont ez nem hiszem, hogy egy ilyen fesztivál bír lenne, vagy, mert hogy az alul már az van odaírva, hogy International Pale Lager. Tehát a nemzetközi világos ászok. Ez is egy létező BJCP kategória. Tehát önmagában ez, hogy fesztiválsör, ez már is félrevezető. Persze, utólag, utána nézve rájöttem, hogy az EFOT fesztiválra főzik ezt a sört, és azért fesztiválsör, de akkor is az, hogy a fesztiválon értékesítek egy sört, az tök oké. De az, hogy a piacon értékesítek fesztiválsör néven egy sört, az így már félrevezeti azt a fogyasztói réteget, és ebben magamat is beleértem, akinek a 600 forintos ár elrettentő. Nagyobb bajom van például még a witbierjükkel, ami nyilván a witbierről tudjuk, hogy ez egy belga típusú búzasör, a honlapjukon pedig leírják, hogy VB06-tal erjesztik. A VB06 egy fantasztikusan jó búzasör élesztő, én is szoktam használni, de ez alapvetően bajor búzasör élesztő. Ez a banános észterességet hozza első körben, az izoamil acetátos észterességet, míg a witbiernél inkább a belgás vonulatot szeretjük. Ha már fermentis élesztőkben gondolkodunk, akkor azt hiszem a T58-as, lehet, hogy hülyeséget mondok, de azt hiszem a T58-as az egy witbier élesztő. És akkor még egy nagyobb bajom van, ez pedig az Imperial Stout-jukkal van, amit már emlegettem. Ez egy 10%-os sör, és az összetevőket tekintve van benne víz, árpamaláta, zappehely, komló, sörélesztő. Na már most a stoutoknál a mai világban ki van kristályosodva, hogy csak az alapanyag összetételben már van egy nagyon éles cezúra, egy porter és egy stout között, méghozzá a malátázatlan, pörkölt árpa használat. Porterben nincs, stoutban van. Az ő imperial stoutjukban nincs. Tehát ez, ha egy versenyen bírálnánk, már itt kiesne. Mert az imperial stoutban kell malátázatlan, pörkölt árpa. Ez így inkább egy imperial porter, ami teljesen oké, tehát, hogy miért ne lehetne, csak nincs összhangban a marketing, tehát a felcímkézés, az, hogy mi legyen a márkanév, és jelen esetben nincs összhangban ez a technológiával. A sörfőző, lehet, hogy a sörfőző sem tudta ezt a különbséget, ezt a vitát nem akarom megnyitni, mert nem tudom, hogy ki a sörfőző, de én valószínűleg tartom, hogy kiadták hivatalból a sörfőzőnek, hogy csináljon egy erős barna élt, amit a marketing utána elnevezett valahogy, és a kettő nincs összhangban. Nagyjából idáig tart a negatív cunami a főzde kapcsán, tehát azt gondolom, hogy sem árazásban, sem a technológia és a marketing összekapcsolásában, sem, tehát az elnevezésben, sem a fogyasztók ismeretében nincsen átgondolva a főzdének a működése. És ha negyedik lábként idehozom azt, hogy hol kaphatóak a sörök, akkor én, amennyire én rálátok a piacra, azt látom, hogy nem kaphatóak a kisüzemi kocsmákban,
nem kaphatóak a kisüzemi sörszaküzletekben, sem a webshopokban. Tehát tulajdonképpen a főzde nem lő arra a célközönségre, aki őt el tudná tartani. És ez szerintem öngyilkos lépés. És itt nem csak a nyékit akarom ezzel kritikával illetni, hanem az összes olyan hazai, kisüzemi és főleg vidéki sörfőzdét, aki nincs jelen ezeken a piacokon. Ez számomra tényleg öngyilkosságnak tűnik, hiszen ha van, és el kell ismerni, hogy Budapest központtal a legerősebb a kisüzemi sörpiac, a fogyasztói kör, ha valaki Budapesten nem értékesít azokon a helyeken, ahol a kisüzemi fogyasztók sok pénzt hajlandók otthagyni minőségi sörökért, az nagyon rövid távon öngyilkosságra ítéli magát, szerintem. Na de, eddig tartott a gazdasági sörfőzői elemzés, most térjünk át a sörök kóstolására. A sort, nem is tudom melyikkel kezdjük, 4,7, ez ugye egy International Pale Lager, ez pedig egy pilzeni típusú világos sör. A pilzenivel kezdek. Ugye Ferenc József, nyéki világos sör. Mi ez? Az előbb olvastam, pilzeni típusú világos sör. Ugye itt is megnéztem a honlapon, S23-mal erjesztenek, tehát nincs kimondva, hogy ez egy cseh vagy egy német pilz akar lenni. A felhasznált komlók szerint egyébként inkább német pilz, úgyhogy én most német pilzként fogom inni. Színére német pilz. Egyébként az, hogy doboz és üveg is van a főzdében, az tök jó. Én az üveget 100%-ban elhagynám a helyükben. Legalábbis az ilyen ivósöröknél szerintem sokkal egyszerűbb az üveg. Nézzük a megjelenést. A habja nagy buborékú, de kis buborék is van benne, tehát hogy teljesen jó. A színe az ködös. Azért a pilzenit nem tükrösre szűrve piacra dobni az nagyon vagány. Szerintem ez nincsen átgondolva a főzdében, hanem csak szimplán azt mondták, hogy ha ez egy világos láger, akkor legyen pilzeni. Szóval én ezt tükrösre szűrve szeretném. A kamera torzít, ennél világosabb a sör. Megnézem, ha adok rá fényt, akkor látjátok-e? Hát nem látjátok. Én a kamera vista képén én egy egészen borostyános bécsi ászok szint látok. Valóságban ez egy citromsárga, kellemes megjelenésű sör. Illatában nagyon élesztős. De jönnek a német komlók is. És a szódavizes jelleg is jön egy kicsit az illatából. Ízében nem rossz. Kicsit hosszantartó, enyhén tapadós komlókeserű van benne, nem is enyhén, tapadós az rendesen. A komlóforralás szerintem túl hosszú, feltételezem, hogy 90 perces komlóforralással csinálják. Van egy szép édesség a sörben, az S23-as élesztő jól dolgozott, az egy picit észteresebbre erjeszti a lágereket. Nagyon friss, zöld komló íze van. Szinte már csepilzen is lecsengéssel egyébként, tehát hogy oké, így most már értem, hogy ez miért van homályban hagyva, hogy német vagy csepilzeni, ez valahol a kettő között van, és ízében egyébként finom sör. Tehát ennek a 600 forintos fogyasztói ár az jó. Tehát hogy ez oké, a célközönség nem fogja ilyen olcsón megvenni, de aki esetleg venne ilyet, az nem fog csalódni benne. Tehát ezt a 4,7%-os, 12 ballingos gondolom, rajta van, hogy hány balling a kezdő? Olyan apró betűvel van rajta minden. Lassan a szemüveget kéne csináltatnom, mert tönkre megy a szemem. Hát nincs rajta a kezdő balling, de gondolom, hogy olyan 12 ballingos egyszerű sör, nincsen túl gondolva. Ez finom. Az én ízlésemnek túl sok a tapadós keserű benne.
de finom. Úgyhogy keressünk helyet neki az asztalon, ez a legnehezebb művelet ma. Nem is sikerül. Megy le a fiume könyvek közé a földre, és lépjünk tovább. Következzen a fesztivál sör, ami ugye egy International Pale Lager lesz. Szintén 4,7%, és nagyon csúnyán kifutott a dobozból, pedig be van hűtve. Hát igen. Azon gondolkodom, van-e itt valami zsebkendőm, és van szerencsére. Hát miért ne lenne? Még jó, hogy a számítógépben nem futott bele, erre nem voltam felkészülve. A másik olyan szépen nyílt ki, hogy miért is futna a sör, pláne dobozból. Pláne hidegen, behűtve. Ez még majdnem hűtőhideg. Na. Hú, az illatában van valami nagyon bántó, valami műanyagos illat. Na nézzük. A színe az halványabb, mint a másik, jóval. Egy ilyen citromsárgás, zöldes árnyalat egyébként. A habja az nagyon sok, tehát ez minthogyha még dobozban erjedt volna, egy kicsit olyan. Van egy ilyen tusfürdős mellékillata. Ez a hab. Ezt szoktam érezni ennél a sör kategóriánál. Az a bántó mellékillat, ami a dobozban benne van, az itt már kiszellőzött. Ez egy jellegzetes ízhiba. Talán egy kicsit olyan dohos. Igen, egy kicsit dohos illata van a dobozban. Az a Brettre emlékeztető illat egyébként. Ahhoz nagyon közel áll, de most meg nem mondom, hogy ez konkrétan melyik ízhiba. Egyelőre illat alapján. Na mindegy. Szóval, hogy valami nem stimmel a sörnél, az az érzésem. Ami megjelenésében egyébként ködös, ugye nyilván ebbe a kategóriába annyira nem vagyok otthon, ezt nem szoktam annyira fogyasztani, lehet, hogy a ködösség itt elfogadott, nem tudom. Hú. Nem, ez nagyon rossz. Van egy nagyon markáns fehérbor íze, méghozzá a fehérbornak ez a nem a reduktív, hanem az oxidációs eljárással készült fehérbor, tehát amit hordóban érlelnek, hordó íze van. Tölgyfa hordó íze van, ezért éreztem brettesnek, és emellett szódavíz íze is van, tehát mint egy régi fehérborból készült fröccs. Olyan íze van. Igen. Hú. Az a tipikus pince íz. Amikor borozol lent a pincében, kitöltenek neked mondjuk egy decis pohárba egy kis fehérbort, és rányomnak egy kis szódát. Egy az egyben olyan íze van. Tehát ez egy fesztiválsör, azért én a fesztiválozóknak jobb sört adnék, de az én vagyok. Szóval ez, amennyire a Ferenc Józsefes világos sörük elnyerte a tetszésemet, annyira rombolta ezt le a Rózsa Sándoros fesztivál sörük. Úgyhogy menjünk tovább, azt nézem, hogy a sörnyitóm itt van-e. Persze, igen, itt van a sörnyitóm, kiváló. Akkor most jön a Witbier. És már tapasztalt vagyok, most már nem a kamerát nézem nyitás közben. De ez nem fog futni. Úgyhogy 2021-es új recept egyébként. Nézzük a Witbiert. Árnyalatra jó, tehát hogy megjelenésében Witbieres.
Bár a recept szerint kararéd maláta is van benne, amit nem nagyon értek, hogy kristálymaláta miért kell egy witbierbe, de bizonyára. Ha megnézitek, akkor egy ködös, világos sört kapunk. Színárnyalatban majdnem ugyanaz, mint a Rózsa Sándoros fesztiválbír. Annyi a különbség, hogy ennek a habja jóval kisebb, és nem futott. Illat. Bajor búza. Nagyon-nagyon finom, banános illata van. Tehát ez illat alapján. Ha ez egy bajor búzasör lenne, akkor eddig 100%-nál tartana. Witbierként, mondjuk azt, hogy 10%-on tart a szín miatt. Mert ugye a színe jó. Nagyon intenzív, izalmi lacetát illat jön, nem bántóan, de nagyon intenzíven. Egyedül a Primator Weizene tud hasonló finom banános illatot hozni. Ízében kicsit nem. Ez tökéletes. Mint bajor búza. Azt nézem, alkoholban egy 5 fölött van szerintem. Igen, 5,5-ös alkoholban. Nagyon kellemes lecsengése van, nagyon-nagyon finom búzás karaktere. Igazából erről a sörről, mint bajor búza, ódákat tudnék zengeni, mint witbier, viszont nagyon rossz. Ugyanis a witbiernek nem kell banános ízűnek és illatúnak lennie. A witbierhez képest hiányzik belőle szerintem a koriander. Hát olyannyira hiányzik, hogy nincsen benne koriander, de még keserű narancshéj, vagy édes narancshéj sincsen benne, hanem csak víz, árpamaláta, búzamaláta, komló és sörélesztő. Tehát nincsen benne az, amitől ezt witbiernek lehetne hívni. Ehhez képest nyéki búza, witbier típusú, világos felsőerjesztésű sör. Szóval, hogy teljes agyrém. Miért hív valaki witbiernek egy sört, ami nem witbier? Ez kb. Olyan, mintha ideálna valaki egy Ferrari-val, és azt mondaná, hogy ez igazából egy Porsche. Tök jó autó mindkettő, de nem az. Tehát, hogy na mindegy. De ez finom lenne bajor búzaként. Itt tök egyszerű a történet, csak új címkét kell nyomni. Menjünk tovább. Két gyümölcsös sör is van most itt előttem. Az egyik a gyömbéres, a másik a meggyes. A meggyessel fogok kezdeni szerintem, bár kezdjünk a gyömbéressel. Ugye a gyömbéres az egy árpamaláta, komló, élesztő, méz, gyömbér, bocsánat. Négyes feles, és azon gondolkodom, hogy ez alsó vagy felső erjesztésű. Ezt a honlapon írják. Azt mondja, hogy... Na. Ott van. Pils. A gyömbéres az pilzeni alapra készült, tehát ez valószínűleg a Ferenc Józsefes finom pilzeninek a gyömbéres változata. Ugye az, hogy méz van benne, az érdekes. A méz az egy nagyon különleges fűszer a sörfőzésnél. Nagyon nem mindegy, hogy mikor teszik bele, és hogy milyen mézet tesznek bele. És ugyanez a gyömbérről is elmondható, ahol viszont a mennyiség is be tud kavarni. Ugyanis van a csípős gyömbéres, van az üdítőitalos gyömbéres. A méz az a színén egyértelműen látszódik, szépen be van oxidálva. Vagy olyan méz van benne, ami sötét színű. Vagy a kettő együtt. Nem fut. Illatában intenzíven gyömbéres, inkább a csípős felé mennek el, úgy érzem. Megjelenésében egy mély borostyán színt kapunk, egy sötét bécsiászok, világos mercen karakter. Tehát miért kell pilszbe sötét színű sört csinálni? Tehát akkor nem csinálok pilsz alapot, akkor bécsiászok alapot vagy mercen alapot csinálok, mindegy. Ez nagyon rossz. Ez borzalmasan rossz. Annyira intenzív műanyag íze van, hogy nagyon. Nem tudom a gyömbért, hogy teszik bele, de nagyon olyan íze van, mintha valami rossz minőségű
sörpárlatba áztatnák be a gyömbért hidegen, és annak a levét öntenék hozzá. Most a sörpárlat azért jutott eszembe, mert azt is készítenek, de tényleg olyan íze, van egy ilyen égetett szesz, rossz értelembe vett égetett szesz előpárlat íze egy kicsit. A gyömbér az alig van meg benne, tehát illatában jön a gyömbér, a méz az teljesen eltűnik, tehát alkoholban ez nem tudom hol van, 4,5-ös, ha jól emlékszem? 4,5-ös, tehát hogy a méz akkor miért van benne, nem emeli meg az alkoholt, tehát egy totál kihagyható így ebből a szempontból. Édességet nem ad hozzá, mivel az alkohol, tehát a méz az leerjed teljesen, az viszonylag egyszerű cukrokkal van tele. A gyömbér nem adja az üdítőitalos finom ízt bele, a csípősséget sem adja bele, hanem amit a gyömbérnek a hordozója, én szerintem egy erős szeszbe áztatják be a gyömbért, és azt adják hozzá, nem a gyömbért magába, mivel akkor sokkal sűrűbbnek kéne lennie. Nem jó. Egy kortyot még megpróbálok. Fú, nem. Egyértelműen sörpárlat az utóíze. Vagy ha nem sörpárlat, akkor valami rossz minőségű pálinka. Megiszod a sört, és utána a torkodból jön vissza ez a rossz minőségű pálinka íz. Úgyhogy ez, ettől óvakodjatok. Ez nagyon rossz. Nézzük meg a meggyes milyen lesz. A meggyes, ha jól emlékszem, apa alapra épül. Legalábbis meggyél néven fut. Azt mondja, hogy nyéki meggyes, meggyél típusú sör. Azt mondja, hogy víz, árpamaláta, komló, meggylé, cukor, meggy aroma, citromsav, sörélesztő. Jó, oké, biztos. Tehát, hogy meggy aroma. Akkor miért van benne meggylé? Na mindegy, ezekbe ne menjünk bele. A gyümölcsös sörök előállításának nagyon széles palettája van itthon. Úgy látom, fut, tehát palackban még erjedt, tehát rossz a pasztőr. A színe az eléggé kiábrándító. Ilyen nagyon világos, nagyon híg megyszörp színe van. Fú, érdekes. Nagyon egységesen ködös. A színe hófehér, a habja hófehér. Oké, illatában jön a cukor. És a meggy. Az a nagyon túlérett meggy, inkább meggylekvár illata van. Ezért mondom azt, hogy cukros kicsit, tehát az érződik. Savanyú. De akkor miért van benne cukor? Ez savanyú. De nem tejsavasan savanyú. Vagy hát lehet, hogy egy kicsit az is, mert futott. Oké. Összességében, mint savanyú megy, finom. Tehát tényleg olyan íze van, mint amikor beleharapsz egy érett megybe. Megvan az édessége, megvan a savassága. Én nem szeretem a savanyút, de oké, okay, ezt el tudom képzelni. Ez nem annyira rossz. Ez középmezőny. Tehát eddig a Ferenc Józsefes pilzeniük az finom, a fesztiválsörük az borzalmas. A witbierjük bajorbúzaként fantasztikus, a gyömbéres borzalmas, a meggy az középmezőny. De nekem ennyi elég volt ebből a meggyből.
Na és akkor a végére jön az Imperial Stout, amire emlékszem, hogy amikor utoljára kóstoltam, íz lett. Futni nem fut. Megfelelő színe van. Mondjuk ennél én egy feketébb. Ez, most fény felé tartom magamnak. Nem tudom nektek mennyire fog átmenni, sem mennyire. Vörös színe van. Tehát EBC skálán egy olyan 40 és 80 közöttre satszolom. Mély vörös borostyán színe van. Nem fekete. És hogy nem fekete, hát nincsen benne malátázatlan pörkölt árpa. Azaz nem stout. De még porternek is nagyon piros, tehát hogy a bekategorizáltság az nem nagyon van összhangban azzal, ahogy kinéz. Habja legalább van. Illat. Az illata nagyon finom. A baksörös, dupla bak illata van, tehát ez a melaszos, kicsit diós illat, ez nagyon jön belőle. Igen. Kicsit sok benne a komlókeserű. Ugye az ilyen magas alkoholtartalmú söröknél mindig az a kérdés, hogy harmóniába akarjuk-e rakni a magas alkoholos édességet a komlókeserűvel. A stoutoknál ott harmóniára törekednek inkább, tehát mondjuk egy dupla baknál elengedik a rendszert a malátás édesség felé. A stoutnál ott fontos a harmónia, pláne egy Russian Imperial stoutnál. Ő viszont kicsit az én ízlésem szerint átbillen a komlókeserű irányába, és már egy kicsit amerikai stoutos. Leszámítva azt, hogy nincsen benne malátázatlan pörkölt árpa. Tehát egy ilyen komlóhangsúlyos, erős barna sör, mert porternek sem nevezném szívem szerint, mert túl tiszta, igen, Ez majdnem szűrt, tehát hogy így lámpafény felé tartva átlátok rajta. Enyhén ködösen átlátok rajta. Tehát nem stout, nem porter, erős, komlós, alkoholos. Tehát kellene keresni egy olyan BJCP kategóriát, amiben ez befér. Ugye felső erjesztésű, és gondolom S04-jel erjesztik, remélem. Az angoloknál rengeteg felső erjesztésű, barna, magas alkoholtartalmú sör van, emlékeim szerint. Simán más kategóriába kéne tenni, mert amúgy jó sör. Tehát ha úgy iszom, hogy ennek komlósnak kell lennie, magas alkoholtartalmúnak, hoznia kell ezeket a mély, sötét ízeket, melasz, dió, stb., akkor teljesen rendben van. És a korty érzete is nagyon jó, jól van beállítva a széndioxid, nagyon könnyen itatja magát. Nem karcos egyáltalán, nem lóg ki belőle úgy a korty végén semmilyen íz. A Nyíki Imperial Stout-tal, ami biztosan nem egy Imperial Stout típusú sör, én szerintem azzal ki vagyok békülve. Ugyanaz az eset, mint a Witbierjükkel, hogy nagyon finom a sör, de nem az, aminek eladják. És ez talán egy jó végszó az egész főzdéhez, hogy a főzdének megvannak a lehetőségei, de jelen pillanatban nem az, aminek eladják. Tehát, hogy ezt lehetne szerintem sokkal jobban csinálni, és az, aki kellő alázattal viseltetik a hazai kisüzemi sörfőzés, a piac, ennek a kultúra iránt, annak ezt sokkal jobban kell csinálnia szerintem. Úgyhogy a Nyíki Sörfőzdének azt tudom mondani, hogy az első két üzletévet ezekkel a sörökkel zárják le,
Nyilván már a 22-es év végén járunk, tehát a harmadik év is valószínűleg ugyanilyen lesz, bár ne így legyen. De legalább 2023-tól próbáljanak meg jó minőséget főzni, amit főznek, azt úgy nevezzék, ami, és ott értékesítsék, ahol ezeket várják a fogyasztók. Mert ha jó söröket főznek, akkor fogják várni a fogyasztók. És ez a végszavam mára. Tartsatok velem legközelebb is, addig is nézzétek vissza a korábbi videóimat, és fogyasszatok finom nyéki söröket. Sziasztok!